Adásunkkal egy időben is tüntetnek a diákok a Kossuth téren. Úgy tűnik, sokan csatlakoztak a megmozduláshoz, több gimnáziumban is hiányosak voltak a padsorok a mai órákon. A szervezők egy korszerű, igazságos és diákközpontú oktatási rendszert szeretnének, és azonnali változásokat. Az egyik ilyen kérés, hogy ne legyen kötelező a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz a nyelvvizsga, mert ez sok diákot kirekeszt a tanulásból. Ezentúl feleslegesnek tartják a mindennapos testnevelést és az elavult követelményrendszert, mert szerintük ezzel nem kapnak használható tudást. Most még üres a mögöttem látható terület, de több mint 10 000-en jelezték vissza, hogy itt lesznek a diákok tüntetésén. A szervezők és több fővárosi gimnázium diákja délelőtt még egy fórumon találkoztak, ahol megvitatták a legfontosabb kérdéseket. Kézre esett ez a fórum, többet mentél, mint a suliba mentél volna. Marcia József Attila gimnázium tanulója. Monorról jár be, és számára az a legfontosabb, hogy a vidéki diákoknak is ugyanazok a lehetőségei meglegyenek, mint a budapestieknek. Egyik társa anyagi nehézségek miatt nem tud előkészítőre járni, ő segít neki. Az összes anyagot, amit kaptam ott, ezt sokszorosítottam természetesen az előadók beegyezésével, és odaadtam neki, hogy induljunk egyenlő esélyekkel, hiszen semmiben nem vagyok én több, mint ő, és nekem ez a szolidaritás a legfontosabb. Más a hasznos tudás átadását hiányolja az iskolákból. A diákokat valójában az életre kellene felkészíteni, nem az érettségire. Sokkal demokratikusabban kéne őket nevelni, tanítani kellene őket a vélemény kifejezésre és a vitakultúrára, mert enélkül az életben nem mennek sokra. A tüntetés szervezői két forgatókönyvet látnak maguk előtt. A kormány vagy meghallgatja a követeléseiket és meghozza a szükséges jogszabályi intézkedéseket, vagy nyíltan felvállalják, hogy nem kíváncsiak a diákok véleményére, de már erre az esetre is van tervük. Nagyon kreatívak leszünk, tehát nem feltétlenül csak demonstrációkra kell gondolni, hanem a diákokhoz méltó kreativitással olyan ötletes akciókat fogunk kitalálni, amik talán a kormányt is meg fogják lepni. És ezt azért tartjuk fontosnak, mert nagyon szeretjük ezt az országot, nagyon szeretnénk itt tanulni és dolgozni. Mindeközben egy másik tüntetés is szerveződik. Január 28-án a Tanítanék mozgalom hívja utcára az embereket. Törlei Katalin elmondta, egyeztettek a diákokkal, és azt szeretnék, hogy a két megmozdulás erősítse egymást. A diákok teljesen jogosan és érthető módon egy teljesen önálló, maguk által szervezett eseményt akartak létrehozni, ez sikerült is nekik, méghozzá remélem, hogy sikeres is lesz és jó lesz a mai délután, támogatjuk is őket, jelen is leszünk, de ez a nap, ez az övék. A Tanítanék mozgalom vezetője szerint a diákok követelései jogosak, de csak akkor tudnak megvalósulni, ha az egész rendszer békében és szabadságban tud működni.